Hát bármilyen szép helyen is vagyunk, ez a nap nem indul túl jól és szépen, de még bármi kisülhet belőle. Nagyjából 2,5 órája esik az eső folyamatosan megállás nélkül, és nem úgy tűnik, hogy csillapodna. Az előbb kinéztem, hát ember legyen a talpán, akit el tudja dönteni, hogy melyik felhő jön, melyik felhő megy, vagy mi fog történni a következő 10 percben, fél órában, egy órában. Igazság szerint már rég fel akartam kelni, sőt, a 6 és 7 között el akartam indulni, most már 5:40, szóval ez már nem fog megvalósulni, de kávé van, kaja van, lehet, hogy kettőt is bevágok, mert tegnap olyan kevésnek tűnt az egy. Na, és most megint rákezd ilyen nagy cseppekkel, frankó. Ezzel itt együtt kell élni, szóval nem lehet vele mit csinálni. Nincs egy esőbe álló, ahova beállhatnál, vagy nem tud azt mondani, hogy jó van, akkor félbeszakítom a túrát, és visszasétálok az autóhoz, és haza megyek. Visszasétálhatsz, de az most már innen feltételez, hogy a rajt ilyen Mikkaluktában van a kocsi. Innen majdnem 50 kilométer, szóval két napi járás volt nekem, de cuccok nélkül egy nap alatt mondjuk meg lenne. Szóval, ha esik, akkor esik, ha süt, akkor süt. Szerencsére hideg nincs, ilyen 10 pár fok. Úgyhogy azért ki lehet bírni. Egész nagy lakomát tartottam amúgy, két műzlivel, két kávéval. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen nehezen induló esős napon megérdemlem a két kávét. Viszont így most már csak kettő van, tehát ma van 14, holnap 15, aztán 16-ra van még egy, de amúgy is 16-án szeretnék célba érni. De hát addig már akkor is befutok, hogyha egész végig szakad az eső. Maximum nem lesz róla felvétel. Ez is a probléma egyébként, hogy mivel meg szeretném örökíteni, ezért esőben nem mehetek, bár nyilván egész nap esik, akkor muszáj, de erre is kell gondolni. Úgyhogy most reggel jó sok felvételt csinálok, hogyha esetleg napközben nem tudok videózni, akkor is legyen legalább 5 perc erről a napról. Egyébként a mai terv, ugye itt vagyunk Szalka, Máté Szalka határában, utána egy 8 kilométerre van a Tyaktyahágó, ez a Tyaktyahágó az útvonal legmagasabb pontja, 1140 méter, egész addig emelkedünk Nikkaluktától, és a hágótól pedig egészen Abiszkóig lejtmenet, de nyilván úgy kell elképzelni, hogy közben azért az a hullámvasút, amiről többször említést tettem, az végig fennáll. Úgyhogy igen, az a legnagyobb mai feladat. Tyaktyahágó mondjuk nem vész, mert nagyjából 200 méter szint egyben, másfél kilométer alatt maga a hágó, úgyhogy ez nem gáz. Meg nagyon-nagyon szép ott a környék, a kilátás egész úton, de ott is azt a végkép, ott lelátni abban a nagy völgyben, amiből most majd kikapaszkodunk. Aztán utána
innen, ugye a Tyaktyihágó innen, ahol most vagyok, kb. 10 km. A Szalkától 8 egész valamennyi. Szóval utána még egy 10-est jó lenne menni. Milyen friss a pofán. Tegnap este már 6-kor ágyban voltam, időzőjelben ágyban, és éjjel 3:30-kor, dehogyis 4-kor, hajnali 4-kor keltem. Szintén időzőjelben, mert nyilván nem keltem fel, csak onnan már nem bírtam tovább aludni, mert hát azért elég szakaszos volt az alvásom. Az eső. Most az a terv egyébként, a legközelebbi terv, hogy maximum 7-ig várok, hogy valami történjen az időjárással, aztán ha semmi, akkor szedelőzködök. Ugye az a baj ezzel az esőben való összepakolással, hogy egyszerűen nem tud elkerülni, hogy minden cuccod csupa víz legyen. Még berakod a hátizsákba. Főleg, hogy a sátrat. Hát nem az, hogy legalulra kell raknom, de úgy középtáj, szóval fölötte még vannak cuccok, amiket azt ki kell vennem, hogy berakjam a sátrat. Persze a legtöbb dolog az be van csomagolva vízhatlan cuccba, de akkor sem rakja el az ember szívesen el vízesen. Meg hát a sátor is szárazon 2 kiló, nedvesen 3. Gondolom, sokkal kedvence a vizes sátor elpakolása. Nekem is. Nem baj, túl egyszerű lenne ez a túra. Ilyen dolgok nélkül. Igazából. 2019-ben, amikor beértem a célba, megkérdezte a nőci, aki ott átadta nem tudom, az érmet, vagy a pecsétet, vagy nem tudom, mit csinált. Megkérdezte, hogy nehéz, mennyire volt nehéz, vagy mit kérdezett, milyen volt. Én megmondtam neki, hát ez könnyű volt. És így látszott az arcán, hogy kicsit így megsértettem ezzel, hogy lekönnyűztem ezt a neves túrát, de hát összességében valóban nem nehéz. Főleg, hogyha szerencsésen alakul az időjárás. Idén nem biztos, hogy ezt fogom mondani, ugyanis annyira nem alakul szerencsésen az időjárás. A tegnapi napot leszámítva, amikor végig nagyon meleg volt. Napsütés. Na mindegy, még kigondolom, még változhatnak a körülmények. Na. Egy 6 perces videó már biztos lesz, meg amit az előbb felvettem, egy 10 perc összejön a mai napból, hogyha végig esik az eső, akkor is. Ajajajaj, 7:30 van, szóval 1/2 órája van az esőnek. 1/2 órát adok neki. Amúgy a felkészülés, biztos ilyen, így fekve magyarázzak. Szóval ami a felkészülést illeti, sokan kérdeznek ilyen fizikai, meg mit tudom én milyen felkészülésre, hogy mi szükségeltetik ez a túrához. Semmi, igazából. Az, hogy legyen gyakorlatunk így kint alvás terén, az egy nagyon fontos, de egyébként erőlétileg ide nem kell túl sok izom, inkább kitartás, meg az, hogy rendszeresen túrázunk, fussunk, vagy valami hasonló. Aerob, igen, aerob mozgást végezzünk. Azt kell, hogy elbírjuk a hátizsákunkat, meg tudjunk bánni a felszereléssel, mert ezért nem mindegy, hogy szakadó esőben, viharos szélben 20 percig tart, még kibányásztuk a sátrunkat a hátizsákból, meg felállítjuk, meg közben ötször elfúj a szél, vagy előkapjuk, aztán 3 perc alatt felpattintjuk az egészet, mert gyakoroltuk már eleget, úgyhogy inkább ez a fontos, nem is az erőllét, mert itt napi 20 kilométert
szinte bárki le tud gyalogolni. A felszereléssel viszont nem tud bárki bánni, azt gyakorolni kell. Megnyilván jó, hogyha olyan lábbelünk van, már kitapasztaltuk, hogy mi a jó nekünk, és olyan lábbelünk van, amiben bírja a lábunk napokon át a gyaloglást. Ilyen sirályszerű madarak vannak, olyan hang, kicsit olyan hangjuk van, de sirályoknak, de nem úgy néznek ki. Így vinnyognak egyfolytában. Ilyen lelki felkészülés, az meg aztán pláne nem kell, mert arra nem kell felkészülni, hogy visszatérj a természetes állapotodba. A természetes állapot alatt azt értem, hogy a természetbe, ahol nem üldöznek az ilyen digitális ingerek, meg nem tudom micsodák, meg a külvilág. Eszembe se jut, hogy mi van otthon, eszembe se jut, hogy mi van a közösségi médiában, eszembe se jut, hogy mi van a hírekben, mondjuk az amúgy is ritkán jut eszembe, hogy mi van a magyar híradókban, de tehát az, hogy itt kiszakadj a természetbe, arra nem kell felkészülni, mert az már eleve benne van az emberben. Kódolva van, hogy itt érzi jól magát. És egy 2-3 nap után érzed is, hogy igen, ez nekem való, én itthon vagyok most. Na, úgyhogy én annak örülnék, ha ez a túra nem 110 km, hanem 220, és dupla ennyi időt lehetne kint lenni a természetben. Persze lehet attól függetlenül, de most arra nincs mód. Viszont lényeg a lényeg, ez a túra majdnem, hogy mindenkinek való, minimális fizikai felkészültség kell hozzá, illetve a minimálisnál kicsit több gyakorlat a felszereléssel való bánásban. A felszerelés kezelésében. És amíg itt téptem a számat, most már 14 perccel lassan, már csak csepereg az eső. Kiváló! Természetesen már is elállt az eső, hogy elkezdtem készülődni. 8 óra van végül, de úgy néz ki, hogy most már jó lesz. Hát csepereg még az eső, minimálon. Eső sincs arra, hogy szárazon rakjam el a sátrat, meg a cuccaimat. De, mint említettem korábban, ez ilyen móka. Az előbb is láttam itt, képzeljétek, rénszarvasokat itt futottak el, abban az irányban, ott a folyó túlpartján, vagy patak túlpartján, ott pedig a gleccserünk. És egyébként ez a hegy, ez a Szalka, ennek meg egy nagyon furcsa neve van, ilyen ilyesmi, hogy Cocotyakka, vagy valami hasonló, Cocoljakka, nem tudom, hagyjuk is. A gleccser nevét nem sikerült kideríteni, ugyanis az nincs rajta már a térképen. Itt van elvágva a térképünk a Szalka hegy csúcsa után. És most arra megyünk majd, csak vagy visszatérünk az útra, ami itt van. És akkor arra megyünk tovább észak felé. Hát reméljük, hogy jó idő lesz. És el kellett venni a GoPro-t, mert a másik kamerát nem akarom tönkretenni, illetve hát a mikrofont és a kamerát. Úgyhogy ma jó részt GoPro-zni fogunk. Ilyenkor egyébként egyetlen egy dologba lehet bízni, sok mindenben nem, abban az egyben tulajdonképpen, hogy még a mai nap folyamán valamikor száraz idő lesz, napsütéses, remélhetőleg akkor, amikor letáborozunk, ugyanis ez most csuromvizes. És nyilván, mivel összecsomagoltam, belső is elázik, tehát az alja, úgyhogy minden csuromvizes marad, hogyha az esős idő is marad. Na, amennyire tudtam, persze kiráztam, de hát csodák nincsenek.
már is fél kilóval nehezebb, mint kéne. De csúnya lett. Szinte teljesen elállt az eső, szóval ha várok még fél órát, nem ázik el fele cuccom, feleslegesen. Ha csak az eső kabátom meg eső nadrágom nem lett volna csulomvizes, már akkor megérte volna, de hát ezt nem lehetett tudni. Viszont így érzem, hogy benne van körülbelül 1 kiló felesleges víz súlya a zsákomban. Na jó, ha nem is 1 kiló, fél. Az emberek, ahogy látom, mostanában indulnak szintén. Most adja le az eső. Viszont így, hogy órákon át esett, most aztán lessár, meg csúszós felület. Na akkor innen most nagyjából 1 kilométer szalka menedékház, ahol békeidőben még szaunázni is lehet. Most valószínűleg nem, ha, pedig jó lesne. De nincs hideg, szerencsére ilyen 14-15 fok lehet. Csak nagy a pára. Amúgy, ha megnézzük az emberek arcát, hogy különösebben senki sem látszik a kétségbeesés, hogy jaj, elázott a cuccom, jaj, vizes lettem. Azért, aki itt van, az ezzel tisztában van, meg valószínűleg nem először túrázik hasonló körülmények között. Ez akkor is erőt adhat nekünk, ha esetleg mi kevésbé vagyunk tapasztaltak. Micsoda táj! Gyakorlatilag ott a völgy végén, a végértünk, ott a felhők után, ott van a Tyaktyahágó. Azért már várom, hogy odaérjünk, még az is lehet, hogy a túlsó felén egész más idő van. Íme szalka. Hát nem mondom, jó lenne itt is egy túró rudi gyár. Biztos betáraznék az összes ízből. Mit írnak ki? Így van. Tehát tilos kempingezni ez a híd, meg ott lesz még egy híd, tehát a két híd között. Wow. Gyönyörű a táj továbbra is, még így esőáztatta mi voltában is. Hú, ez meredek lépcső. Olyan tócsáva. Na, jöjjön. Máté szalka. Hoppá. Mondjuk néha a pallókkal se vagyunk kisegítve. Mondjuk, ahogy látom, hiába volt kiírva egyértelműen, sokaknak nem volt világos az üzenet. Na mindegy, bár ők lehet, hogy nem is a klasszikon vannak. Vagy ki tudja. Aha, és akkor itt van pottyantós fabudé, ahogy látom, ezt lehet használni.
Továbbra is elképesztő a táj, meg is kell tapsolni, tényleg gyönyörű, viszont akkora a pára, hogy nagyon-nagyon, na, mit csipogsz, haver? Ezeket mondtam, ezeket a vinnyogó madarakat, aki tudja, mik ezek, legyen szíves megírni, tehát nagyon-nagyon lassan kell haladni, és még így is azt érzem, hogy már szétizzadtam mindenemet. Ami ugye annyira nem ideális, mondanom sem kell. Hú. Viszont arra szembe elől kicsit tényleg jobbnak tűnik az idő. Ezekkel a pallókkal egyébként nem árt vigyázni, olyan tekintetben legalábbis, hogy nem véletlenül vannak kihelyezve. Szerintem amúgy ha teljes távot nézzük, tehát a 110 kilométert, egy 10%-ot simán ilyeneken megyünk, és úgy 95%-ban teljesen rendben vannak, tehát karban vannak tartva, nem csak egyszer kirakták, aztán tessék. Szóval, hogyha itt elnézünk jobbra, illetve balra, itt bizony ingovány van. Nem azt mondom, hogy nyakig merülünk, még azt sem mondom, hogy térdig merülünk, de egy sípcsontig biztos beleesni, meg aztán nézzétek meg. Ez tömény mocsár. Szóval vigyázni kell, szembeforgalomnál, meg nyilván valakinek meg kell várni, amíg a másik, mint a szemből jövő átér. Nagyon ritmustalanul lehet csak haladni ezen a sziklás ösvényen. De korábban említettem, ez az egész útvonalra igaz. Nagyjából az egész ilyen, leszámítva a pallós részeket. Ez kicsit olyan, mint amikor autóval felhagytunk az autópályára a pallós részek. Minden lépésnél, illetve majdnem minden lépésnél muszáj így meghőkölni, vagy hát így megakad az ember, nem lehet egy normális tempót felvenni, illetve lehet csak, akkor nagyon oda kell figyelni minden lépésre. Viszont az a jó ezekben a granit gneiss, meg ezekben a metamorf kőzetekben, hogy nedvesen sem igazán csúsznak, sőt, még sárosan sem. Nagyon nehéz úgy rájuk lépni, hogy megcsúszson az ember. Főleg ekkora súlya, azért van tapadás. Az eső továbbra is, hát nem az eső, inkább ilyen köccitálás van. Hú, micsoda nagy horda van ott messzeségben.
mennek a hágó felé. Szóval az idő még mindig olyan, amilyen, igaz, még csak 4 kilométert se jöttünk. Túl az 5 kilométeren a táj. Továbbra sem változik, vagy változott, vagyis ugyanolyan szép, mint eddig. És ugyanolyan ködös, párás, felhős, bár most már kicsit érzem, hogy a szél legyinget, ami csak jót jelent, mert talán elviszi ezeket a felhőket innen. Viszont amin csodálkozom, de egész úton gyakorlatilag, hogy most is például kifejezetten meleg van menni, főleg ilyen nagy súlya. És sokan, és főleg a távol-keletiek így esőnadrágban, kabátban, tehát így nagyon-nagyon fel vannak öltözve, még akkor is furcsálom, hogyha ilyen vékony lélegző kabát, mert annyira nem tud lélegezni. Hát én a papírvékony sun hoodie-ban itt megdöglök. Ők meg úgy menetelnek. Nem néző dolguk, csak furcsa. És itt unalmamban, amíg itt egyedül baktatok, beszéltünk kicsit a vécézésről, bár azt hiszem már említettem, hogy a fő szabály, hogy vízfolyás, illetve a vizek közelében nem végezzük sem a kicsi, sem a nagy dolgunkat. De van még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban. A WC-papír, vagy hát nedvestőlő, vagy amit éppen használunk, semmit sem hagyhatunk ott. Tehát semmit. Sőt, hát a végterméket is el kell ásni. Jól hallottátok, ásni. Nem úgy, hogy oda csinálok és ott hagyom, hanem elásom. És a papírt pedig, vagy a törlőt, magunkkal kell vinni. Igen, ezt is jól hallottátok. Tilos ott hagyni. Erre a célra egyébként ilyen lezárható, légmentesen lezárható zacsikat ajánlok, én is azt használom. Sőt, benn van egyben, meg még egyben a biztonság kedvéért. Ugyanis bármi nemű szemetelés, legyen az most WC-papír, vagy törlőkendő, vagy csoki papír, vagy akármi, azonnali kizárást von maga után. Persze nyilván nem liheg ott mindenki sarkában egy szervező, hogy ezt figyelje, de ha véletlenül így cselekszünk és lebukunk, akkor annak bizony komoly következményei vannak. Egyrészt azonnali kizárással jár, másrészt pedig a jövőben soha egyetlen egy Fjerevön eseményen nem vehetünk részt. Tehát örökös eltiltás magyarul. Minden nemű szemetelés. Szóval ezt azért a svédek komolyan veszik. Hála az égnek. Nem mint Európa más tájain, más népek. Azt mondom, hogy zord a táj, akkor még
nem mondtam semmit. Ismét egy vad vízfolyás itt alattunk. Fú, de jól néz ki. Most ennek a tájnak jól is áll ez a ködréteg itt fölöttünk nem sokkal. Bár egész nagy hegyek határolják a völgyet mindkét oldalon. Ezért azok most nem látszódnak, de ez így is nagyon szép. Neked mindig azzal kell megelégedni, ami van. Legalábbis túrázás közben. Felesett réfa. Ha megfigyelitek ezt a tájat és az útvonalat, akkor talán nem lepődtök meg, ha azt mondom, hogy ide alacsony szárú túracipő, mi több sportcipő, egyáltalán nem megfelelő választás. Itt, ahogy én is figyelgetem a többieket, 10-ből 9 emberen magas szárú bakancs van, és az a jó, hogyha elég kemény talppal rendelkezik ez a bakancs, ugyanis a puha talpú cipőben jövünk ide, akkor ezt garantálom, hogy egy nap után úgy szétszedi a talpunkat ez a sok szikla, kő, ahogy rálépünk folyamatosan, hogy megőrülünk, szóval kemény talpú, magas szárú bakancs. Persze lehet jobbfajta túracipőt is hozni, vagy hát abban teljesíteni a távot, de az csak is nagyon erős bokaszalagokkal és tércalagokkal. Azért folyamatosan bicsaklik meg az ember bokája. Nyilván nem bicsaklik, csak azért billeg jobbra-balra, tehát folyamatosan ellen kell tartani. Ezért mondjuk jó, hogyha otthon gyakoroljuk a egylábas guggolást. Nyilván nem kell teljesen legugolni, és akkor csak ameddig jól esik, és akkor abból a guggolásból ugrani egyet. Ez nagyon jól fejleszti az egyrészt az egyensúlyérzékünket, másrészt pedig erősíti a bokánkat és a térdünket is. Persze, hogyha eleve valami bajjal küzdünk, akkor ne ugráljunk fél lába. De én például szoktam rendszeresen. Közelítjük a hágót, 9 kilométernél járunk. Ott, ahol ködbe vész az a sok ember, ott kell felkapaszkodni. De előtte még szerintem vételezzek egy kis vizet, mert úgy emlékszem, a hágón átérve sziklás pusztaság lesz, és nem emlékszem ott patakra, attól függetlenül lehet, hogy van, de úgy emlékszem, hogy nincs, és a hágó tetejére azért már szükség lesz ivóvízre, ugyanis most 2-3 deci van nálam, azt most meg is iszom, és akkor helyette egy litert veszek.
Újra kezdi köccitelmes. Nagyjából fél utoljáratunk a hágói, ott van fenn. Hú. Szép csendben, fegyelmezetten halad mindenki. Persze, nem csak, hogy csendben halad a társaság. Nagyon nincs itt idő beszélgetni. Jobban mondom, nincs levegő. Nagyjából 1000 méteren vagyunk. Lehet, hogy kicsit csal az órán, mert ami előttünk van, az kevesebb, mint 140 szint szerintem. Ugye 1140-re kapaszkodunk fel. Hú. Kicsit hosszabb, mint emlékeztem. Sőt, úgy emlékeztem, hogy egy nagy kaptató az egész, de ilyen lépcsőzetes. Van egy kaptató, egy kis sík, megint, és megint. Hú. Ez mondjuk jó, mert legalább meg lehet pihenni közben. Hú. Még két lépcső és fönn vagyunk. Közben megint fúj a hideg szél. Meg akartam állni fotózni, de inkább majd csak fönn. Úgyis mindenképp megállnék. Hú. Jó, és még mindig nincs vége. Az fasza. Akkor viszont össze fog jönni az 1140. Most vagyunk 1065-ön az órám szerint. Szóval tekintve, hogy menjünk előttünk ránézésre, simán lesz ez. Annyi. Hú. Akartam fotót, csak éppen beértünk a felhőbe, úgyhogy már hiába. Elég hideg van ebben a felhőben, szóval remélem a túloldalon hamar kérünk belőle. Nagyon meg se lehet állni pihenni, mert pillanatok alatt megfázik az ember. Hú, le is húzom a cipzáromat. Már hogy felhúzom a szellőzőket. Ilyenkor mindig egy félmerék szőrt is becsipek cipzárral. Hú. 1083, még egy 60-as, ezek szerint. A igazoló füzetben lévő kisokos szerint itt lehet sátrazni is, de a fene se akarna
ilyen hidegben. Nagyjából 5 fok lehet, nem több. Meg lehet fagyni. Viszont az ott előttünk most már biztos, hogy a hágó, a felszabadult hangokból ítélve, az már az. Ott már meg lehet pihenni. Bár aztán most már nem merek jósolni. 1114, hát lehet az. Hú, igen, ott van a hágó. Hű, hát ez tüdőkiköptető volt, mit ne mondjak. Tyaktya hágó. Hát ez is megvan. Akkor innentől, illetve innentől még nem, kicsit odébb, vagyis innentől, vagyis onnantól, na, a háztól, végig lefelé a viszkói. Van itt checkpoint is, most itt hirtelen nem látom, de csak-csak észreveszem a nagy kék félreven sátrakat. Vagy ott a háznál lesz esetleg? Hú. Hát, sajnos, kedves nézőim, kilátás mögöttünk levő szakaszra, vagy lévő szakaszra csak ennyi. De hát, nézzünk előre. Ott is ugyanennyi. Most ilyen túra közepi válságban vagyunk, mármint ilyen életközepi és túra közepi válságban, ahol úgy érezzük se előre, se hátra, de aztán végül lesz nem úgy, csak ki kell bújni a felhőből. Hey. Fönt van egy kis kabin, meg lehet melegedni, van kályha. Viszont én azt, vagy arra vagyok kíváncsi, hogy hol van az ellenőrző pont pontosan. Most kicsit itt megzavarodtam, mert nem volt egyértelmű. Szóval... Na, nyílj ki! Tehát, innen indultunk, itt vagyunk, de itt van a Tyaktya hágó, tehát itt, és akkor innen még 3,9 meg 1,3, 5,2 kilométer, most 11,1-nél, nagyszerű. És akkor majd valahol itt táborozunk valahol. Na jó, akkor még odébb van. Nem emlékeztem őszintén szóval, de mások is itt kérdően néztek, mert hogy itt van a hágó, és akkor a Tyaktya ellenőrző pontnak is itt kell lenni, de nem itt van. Na, és akkor már is letértem az útról, mert ott van. De talán ez is odaér. Most azért jól jön a jelzés, bár az ösvény is kivehető, de azért viszonylag könnyű itt elkeveredni. Fú. Sietek lefelé, mert nem túl jó ez a hideg, de már mondtam. És itt még erősebb a szitálás is egyébként. Nagyon fontos, hogy itt se a
piros kereszteket kell követni, tehát a sí, vagy a hószán, vagy hómobil, vagy mit tudom én, téli utakat, hanem ezeket a pirosra festett köveket. Kemény a táj. Muszáj beöltöznöm egyszerűen, mert már érzem, hogy őzik a gatyám, meg a lábam. Azért jók ezek a cipzáros megoldások, mert nem kell levenni a bakancsot, hogy beférjünk, mindössze ezt a felső kis részt sározzuk össze. De hát ez még mindig sokkal jobb, amúgy is járos a gatyám, meg koszos, mint hogyha minden egyes ilyen alkalomnál le kéne venni a bakancsot, és akkor csak becipzárazzuk. Amúgy nagyon jó ez a... Tehát nagyon jó ez a jelenben eső naci. Még nem ázott át egyszer se, az más dolog, hogy most vizes gatyára fölveszem, az már sokat nem segít. Előbb kellett volna, csak megmondom őszintén, észrevétlenül kezdett el esni, mert tulajdonképpen most már mondhatjuk, hogy esik, hogy egyszerűen nem volt rá érkezésem. Csak azt éreztem, hogy ázik a motyó, meg a gatyó. Na. Hú, és továbbra sincs meleg. Itt ne mondjak. Úgy mi? Egyszer. Cipzárok persze nem csak a felvételt könnyítik, meg a levételt, hanem szellőzést is, hogyha annyira nem esik, akkor csak lehúzzuk felülről, vagy föl alulról. Ugye szegélyen már kicsit elásztottam az esőkabátom, szóval sokat nem ér. Most már csak nagyon apró szemerkél. Hála az égnek, kicsit világosabb is van. És végre megint palló. És van valaki, illetve vannak valakik, akik eljönnek ide, így 50 kilométerre minimum a legközelebbi lakott településtől, legalábbis, hogyha gyalog jövünk. És megépítik, és karban tartják rendszeresen ezt. És látja mindenki a tájat, meg a körülményeket. Már úgyis kicsit, hát mit mondjak, nem az, hogy unalmas volt ez a folyamatos sziklákon egyensúlyozás, de fárasztó volt. Most így 5 lépés alatt nagyjából kétszer annyit haladok, mint úgy 5 lépés alatt. Jaj, de jó, jaj, de kényelmes. Jaj, csak leessek. Jaj, de leessek. Ez amúgy tényleg igazi megváltás. Tehát ezt, aki ezt még nem érte át, az nem tudja, de ez megváltás. Persze itt le lehetne lépni, tehát itt most nem arról van szó, hogy mocsaras, és azért van pallósor,
Csak simán járhatatlan, ha megnézitek. Meg ez a, az a szürke, tehát ez, ez a sötét szürke. Ez nem szikla, ez valami... Fú, aki tudja pontosan, hogy mi ez, az nyugodtan világosítson fel. Valamilyen moha-szerűség, vagy ilyen, nem is tudom. Micsoda? Lényeg, hogy élő organizmus. Gondolom, nem tesz jót neki, ha megtapossák. Hú. Na, a lényeg, hogy most, mintha már teljesen elállt volna. Megint esik. Megint. És még mindig közelebb vagyunk az 1100 méterhez, mint az 1000-hez. Bár ott a távolban látom. Elkezd csökkenni a szint, de ez így elég kemény. Biztató hírek. Nem, mint a lehetne bármerre másfele menni. Így az irány egyértelmű, de azért jó tudni. Hú. Most már ennék is valamit. Újabb völgy tárul elénk. De úgy nézem, ez onnan balról jön, valahonnan. Tehát mi most itt szépen rácsatlakozunk. Aztán nem biztos, hogy jól látom. Azt viszont jól látom, hogy odalenn kéklik az ellenőrzőpont sátor. Úgyhogy mára megvan az első, és így lehet az utolsó, majd meglátjuk. Ellenőrző pont! Na, úgyhogy most abban a völgyben, vagy abban a völgyben fogjuk folytatni utunkat. Kicsit tehát kanyarodunk jobbra. Nem sokat, csak kicsit. Megettem az eső, és megint kicsit ideért. Hát... ez ilyen. Hey. Hát ez szép. Hogyha ez egy hágó futás, akkor szép. Időközben nagyon meleg lett, és már 1000 méter alatt, de hát nem pont azért van meleg, mert 1000 méter alatt vagyunk, hanem itt már majdnem a süt a nap, viszont onnan is jön egy esőfelhő, meg ott is van egy viszonylag nagy, már mint hogy esik is, meg ott is. Szóval nem merek neki vetközni, mert félek, hogy 4 órán belül megint fel kéne mindent venni, pedig most már tényleg meleg van. Itt írja, igen. Tehát, amit korábban mondtam, az ösvényen fölül ivóvíz, lejjebb pedig mosogatás. Bár úgy tudtam, hogy nem lehet belemosni a vízbe, de szerint ebbe a patakba bele lehet. Hú! Emlékszem, hogy 19-ben baromi macerás volt az átkelés. Ennél jóval több víz volt benne, és volt kicsit lejjebb tudtunk csak átmenni. Ennyi szikla nem látszódott ki belőle, az biztos. És hát jó néhányaknak gondot okozott ez átkelés. De hát most tulajdonképpen a magasszárú bakancsunknak köszönhetően simán átkelünk. Hát gázolunk. Persze azért jól meg kell nézni, mert nem akarok véletlenül elmerülni.
Jó, eddig eljöttünk. Na, mégse lesz olyan egyszerű. Figyelitek? Eddig okés. És akkor hát, talán erre. Aha. Csak sikerült majdnem. Majdnem beleprecelni a vízbe. Hú. Akkor jön az ellenőrzőpont. Hey. Thank you. Hot water, coffee of course, and brownie. Wow. Yes. How does it work? You lift it all the way up, and then the magic comes. Ah. It worked, yeah. Yeah. Thanks. Everybody asks. There you go. Thanks. No wow. Problem. Yeah. Thank you very much. Na jó, ez jó. Na hát ilyen finom málnás brownie-t ettem még. Kávéval. Volt-e is? Hú. Ez most kellett. Le van a telepedve mindenki ebbe a mélyedésbe, holott itt van egy csomó fasz a kilátópont, vagy hát ilyen kis kúp, onnan már is jobban látni a tájt. És ott ül mindenki. Ott van az ellenőrzőpont. Szóval gondoltam, feljövök ide, most fotózni akarok. Most már végre, mert kicsit nekivetkőzni. Most már végre. Mondjuk itt. Túl az első 16,5 kilométeren mára. Hát eddig ez a legkeményebb nap. Azt kell mondjam. Elég sok szint volt, illetve hát az időjárás sem valami kegyes hozzánk. Elnéztek arra, ott épp húzódik lefelé az eső, amiben egész eddig jöttünk. De ez a kávé és ez a brownie, ez Isten király volt. Amúgy is nagyon finom lenne, tehát hogyha otthon ülnék kényelembe, akkor is azt mondanám, hogy isteni volt, de így meg aztán pláne itt a semmi közepén. Tényleg? Mik vannak ezen a túrán? Fú, gyönyörű a táj, de hát annyira jön az eső, hogy lassan odébb kell állnom, és az esőruhát szerintem meg le se veszem inkább. Folytatjuk utunkat a napsütés irányába. Az a baj, hogy az eső is abba az irányba folytatja útja. De ugye itt ez van, hogy kilométerekről látod az esőt, és ha feléd jön, hát nincs mit tenni. Vagy ha arra megy amerre te, akkor sincs mit tenni. Hát úgy összességében nincs mit tenni. Akármi is történjen, akármilyen természeti jelenség is történjen, mi csak átéljük, megéljük. Tenni nem igazán lehet ellene, maximum annyit, hogy
fölvesszük az esőruhát. De az csak tüneti kezelés tulajdonképpen. Változott a táj, leértünk ennek a lapos, széles, glaciális eredetű völgynek az aljára. Itt lesz néhány trükkös átkelés, ugyanis itt ez a patak, ami folyik, több ágra oszlik, és itt össze-vissza meandereznek ezek az ágak, és egyik-másik ágon elég bonyolult az átkelés. Mondjuk itt sem lesz olyan nagyon egyszerű, de talán így van. Így van. Megoldottuk. A Humvág Alaszka 100-as bakancsban. De amúgy ez jó reklám. Simán befolyt volna egy sima cipőbe. De amúgy komolyra fordítva, és tudom, hogy ma már volt szó a lábbelikről, de még egy szempontot nem említettem. Ez a nagy súly itt van a hátunkon, ez a 12-15-20 kiló. Szóval itt bizony kell, hogy a lábbeli, látjátok, itt össze-vissza folynak a patakok, szóval kell, hogy tartsa a bokánkat, főleg ilyen sziklás talajon, és hát eleve ad egy biztonságot az ilyen patakon átkeléseknél, és egy bakancs, és tök mindegy milyen, csak túra bakancs legyen, vízálló. Meg hát amikor nincs patak, akkor is simán elsüllyedhetünk bokáig a sárba. Én is már nem egyszer elsüllyedtem. Szóval még csak ennyit a helyes lábbeli választásról ilyen körülmények közé. Továbbra is gyönyörű a táj, hát nem bírok betelni vele egyszerűen. Mindig kicsit más, ugye? Ti is látjátok, hogy mindig máshogy néz ki. Mindegyik völgy, amelyikben, vagy amelyiken végighaladtunk eddig, más volt, és adott völgyön belül is mindig más arcát láttatták a hegyek. Arcukat láttatta, így helyes. Hú. Király, ez egy királytúra. Hát nem véletlen a Kungsleden királyok útja. Meghiszem azt, hogy ez egy királyi út. Bár nem tudom, hogy melyik király volt, de azt hiszem, volt valamilyen svéd király, vagy valamilyen király, akit végig ment, de miért ment végig? Azt mondjuk nem tudom. Egyszer ennek utána olvastam, de már nincs meg. Őszintén szólva.
Okay. Ma is több lesz, mint 20. Mindjárt 21-nél vagyunk. Az a helyzet, hogy menekülök az eső elől, ugyanis még mindig szemerké, még mindig a nyomomban van. Fú, igen, és folyamatosan erre. Hát, és mivel csuromvízesen raktam el a sátrat, értető okokból, szeretném kicsit kiszárítani, mielőtt nyugovóra térek. Ebből a szempontból biztató ott az a kék folt az íjén, ott kicsit jobbra. Csak az a baj, hogy ez az eső pont arra megy. Ez most még kicsit ilyen dilemma, hogy mi legyen. De mindesetre ezt az esőt nem várom meg, ami mögöttem jön, szóval megyek, ameddig jön utána, remélem nem a biszkóig. Újra be kellett öltöznem. Persze, mire felkaptam a gatyát, elállt. Cserébe jó gyorsan kaptam fel, olyan gyorsan, hogy csupa sár volt a bakancsom, szóval most aztán az egész esőnadrágom belseje, hogyha eddig még nem lett volna elég sáros, most még sárosabb. Valószínűleg a gatyámra is jól rámegy, de hát ez ilyen. Az előbb ott feltűnt egy szivárvány, de látom, hogy most már nem látom a távolban. De otthon nem tudom, mennyire látszik a felvételen. Egyetlen előnye az esős időjárásnak. Némi vizuális vigaszt nyújt. Hát ez valahogy sehogy sem akar jó lenni. Itt, ahol vagyunk, egy kis területen épp nem esik, de bármerre nézünk, előttünk, mögöttünk, tehát abban a két irányban, amerre mehetnénk, esik. Nyilván nem végzetes probléma ez, de azért a komfort érzetünket jelentősen tudja befolyásolni. Most hát is kell gondolni, hogy meddig hogyan. Valahogy itt lesz nem sokára az a hely, ahol 19-ben táboroztunk. Egyébként nagyjából egész túrán szinte ugyanazokon a helyeken, néhány száz, esetleg egy-két kilométeres eltéréssel ugyanazokon a helyeken táborozok, ahol legutóbb. Nem szándékosan, egyszerűen mindig így jön ki. És valószínűleg ma is így fog, mert hogy abba az esőben nem akarok belemenni, az tuti fix 100 000. Bár, ahogy itt jönnek-mennek az esők, lehet, hogy 5 perc múlva az már sehol se lesz. Hú, de az ott nagyon gyönyörű, ott is vannak gleccserek, vagy hát egy gleccser biztosan, ott jobbra fönn. Hát amilyen szép, olyan zord ez a táj, olyan vad. Mégis sokan túráznak, úgy értem, már csak ha azokat számol, akik szembe jönnek, nyilván ők nem a klasszikon vannak. Nagyon sokan. Legalább annyian jönnek szembe, mint ahány klasszikos túratársat látok. Úgyhogy sokan járnak erre annak ellenére, hogy mint mondtam, itt közös távol semmilyen civilizáció. Tehát az, hogy az ember itt legyen, például itt, ahhoz rengeteget kell már eleve gyalogolnia. Mert hogy máshogy nem jut ide, az biztos.
Úgy nézem, az egész völgyben esik most már. Nincsen száraz folt, száraz terület. 23 kilométernél járunk. De nem akarodzik megállni valahogy. Az esőnek sem, és nekem sem. Meg amiatt a völgy miatt ott, itt nagyon erős szél fúj, múltkor is nagyon erős szél fújt, azért gondolom, hogy abból a völgyből jön. Most is akkor kezdett, mikor így a völgy vonalába beértünk, és valahol innen néhány száz méterre táboroztunk, és nagyon erős szél fújt egész végig. Azt most nem akarom, főleg ilyen esőben. Itt volt a táborhelyünk, itt volt a két sátor. Amúgy most is jó lenne, de, mint mondtam, bár nem nagyon tudunk mit csinálni, mert odébb is esik. Szóval, bárhol fogunk tábort verni, esni mindenhogy fog, talán csak ez a szél lesz odébb kisebb. Helyzet van, mármint annyi, hogy ott a távolban az a nagyobb bacskató, bár a képernyőn biztos nagyon kicsinek tűnik az a nagyobb bacskató, az Ales Jaure tó, bár a Jaure az önmagában tó, tehát Ales tó, vagy ilyesmi, mindegy, ott van a következő ellenőrzőpont, és még azelőtt szeretnék valahol tábort verni, bár az nagyjából még 5-6 kilométer, ha nem több, és lehet, hogy 8. De lényeg, hogy ott, úgy emlékszem, hogy nagyon cserj és kevés hely van táborozni. Valahol itt kéne valami vízfolyás mellett, ugyanis hátulról. Épp csak, hogy nem süt a nap. Szóval lehet, hogy ma még jó idő lesz. És nem akarok annyira rohanni, mert Ales Jaure után egyrészt egy ideig nincs víz utánpótlás, tehát nincs patak, vagy hát a vízvételezésre alkalmas patak nincs, egy ilyen 10 kilométeren, és akkor már nagyon előre lennék, most leszünk mindjárt 25 kilométernél. Hát nem akarom innen gyorsan befejezni, de ezt már mondtam. Úgyhogy kezdek körbenézni. Aztán megakad a szemem valami jó. Akkor lehet, hogy megállunk. Az is lehet, hogy nem. Majd ahogy kedvem tartja. Most tudom hány óra, de még délután 4 előtt vagyunk, azt hiszem. Na, ugye megnézem. Nem szívesen veszem elő itt a mobilt, mert olyan tájidegen. Szóval igen, pont 4 óra van. Úgyhogy ja, hát kicsit korán van a táborveléshez. De az, hogy megszáradjon a sátor belül, mondjuk azt mondja, ez a szél. Hát, na, majd meglátom. Minden esetre továbbra is milyen a táj? Gyönyörű. Az a jó ezekben a pallókban, hogy lehet akármilyen nedves, ráléphetsz akármilyen sáros lábban. Egyáltalán nem csúsznak. Amúgy hihetetlen. Hína! Csak-csak jó idő lesz itt. 26 kilométernél járunk, és... Az a magaslat nekem az ott nagyon szimpatikus. Ezzel találkoztam ismerősökkel, vagy hát egy ismerőssel. Ki ennek idején még tőlem kért tanácsot a klasszikkal kapcsolatban, és előttem egy nappal indult, és most összefutottunk, szóval tök fasza.
Csak most itt nem tudtam nekik szólni, hogy én itt már táborhelyet keresek és lemaradok, szóval lehet, hogy egyszer majd hátra néznek és nem leszek sehol. Mindegy, nem fog itt kiabálni természetesen, de ide lehet, hogy fölnézek, vannak itt vízfolyások valahol, szóval még vízem is lenne, kilátás meg az szintén fenomenális, mint eddig minden nap, úgyhogy, ja, ez jön most. Végül csak megérkeztünk, és végül csak jó idő lett. Na ne, hogy jó idő lett. De még szerencse, ugyanis, ahogy említettem, a sátrom csuram víz volt. Most a külseje, illetve a belső sátor már úgy, ahogy jó. Sőt, mondhatni száraz, viszont az aljzat, tehát az alja, az még egy foltokban át van nedvesedve, szóval annak még meg kell száradni, mielőtt bármit is bepakolhatnék. De annyi baj legyen, közben már meg is vacsoráztam. Ebben a szokás szerint páratlan környezetben lehet ennél szebb helyen vacsorázni. Ráadásul rénszarvas pöri volt megint vacsorára. Isteni! Viszek haza is. A Lesje úr pedig ott van. Holnap azzal kezdünk, ott van az első ellenőrzőpont. Aztán, nem tudom, innen nagyjából 32-35 kilométer a Biszkó. Viszont holnap még nem akarok beérni, holnap még csak 15-e. 16-án szeretnék, úgyhogy most azon gondolkodom, illetve eddig is azon gondolkodtam, tehát ez volt a nagyjáboli terv, hogy vagy az utolsó ellenőrzőpont környékén Kieronnál, vagy pedig az Abiszkó Nemzeti Park területén belül, ahol nem lehet kempingezni, csak két helyen. A kettő közül a másodikban a Nissonjok, vagy Nikjok, Nissonjok, mit tudom én, milyen neve. Szóval, hogy ott táboroznék, és akkor onnan már csak néhány kilométer Abiszkó cél, és akkor csak becsorognék másnap reggel. Ugye 16-án estére van szállásom, vagy délutántól, úgyhogy az úgy tökéletes lenne. És a végére kisüt a nap. Hú-hú-hú! Mondjuk kell is, így, hogy egész nap, szinte egész nap esett az eső, csak nagyon rövid időre állt el egyszer-egyszer. Így most ránk fér. Mármint rám és a túratársakra egy kis jó idő, meg hogy este ne a nedves sátorba kelljen befeküdni, mert annál rosszabb aztán nincsen. Mikor a sátor is nedves, meg a esőkabátod is, meg az esőruhád, meg a hátizsákod, meg a hátizsák, esőhúzat, minden nedves, bakany zokniról nem is beszélve. Ja, azt is én is le akarom menni, aztán itt a sziklákon most jól megsüttetem a lábam, meg a zoknim, meg a bakit, meg mindent. Még csak fél hét lesz, szóval gyerek az idő. Ma is lesz egy jó, hát 10 óra pihenés biztos. Tegnap is képzeljétek, 16-12 óra. Hát nem mondom, hogy alvás volt, de pihenés.
Éreztem is már egyébként, mert semmi gond nem volt, simán jöttem. Jó, persze nehéz volt a terep, tehát nem az, hogy futottam, de sokkal könnyebb volt, mint a tegnapi nap, amikor nem voltam annyira kipihent, szóval ez is egy fontos tényező ezen a túrán, hogy mennyire tudjuk éjszaka kipihenni magunkat, tehát sokszor nem rajtunk múlik, hogyha nem. Na jó. Hát. Gyönyörű. És holnap folytatjuk.